Dériné Széppataki Róza, a Vándorszínjátszás legnépszerűbb színművésze, operaénekes, Jászberényben született 1793. december 24-én. Emlékezéseiben értékes korrajzot ad szülővárosáról és a pesti, kolozsvári, kassai magyar nyelvű színjátszás hőskoráról. A Jászok Egyesülete Facebook oldalán a 19. század elejé Jászberényben teltünk sétát számos fotó segítségével. Dobos Lászlóval, a Jászok Egyesületének elnökével Tóth Zsófia beszélget. Dériné Széppataki Róza, amikor született Seckenbach Rózsika, Jászberényben látta meg a napvilágot 1793. december 24-én karácsony szentestéjén. A helybéli sváb származású patikusnak, Seckenbach Józsefnek a leánykája volt. Így aztán gyerekkorában, amikor ott nevelkedett a város szívében, a nevezetes patikárius épületében, mindig így kiabáltak be hozzá, a szomszéd gyerekek hívták Jászra, hogy gyereki patikás Rózsi. Számára Jászberény mindig a hazát, az otthont jelentette, az emlékezéseiben nagyon szépen ír arról, hogy hogyan cseperedett egy gyermekkép, hogyan lántálódott be a szívébe a színészet iránti vonzalom, szeretet, hogyan játszott otthon ezekkel az emlegetett szomszéd gyerekekkel színházasdit, mikor, miként látott először színházat. Tehát nekünk jászságiaknak fontos a Jászföldnek ez a kiváló, kiemelkedő jelentőségű születje, hiszen ő nem csak a magyar vándorszínjátszás egyik ősanyja, hanem olyan tollforgató, aki ugyan majdnem 80 éves volt, amikor a kezébe tollat vett, de akkor a beleérzéssel, olyan szeretettel, olyan örömmel ír ifjúkoráról, a reformkori Magyarországról, annak mindenféle közviszonyairól, magán életéről, hogy az ember nem tudja letenni ezt az olvasmányt, pedig hát jó ezer oldal. Miért volt fontos, hogy épp Dériné Széppataki Róza szemével mutassák most meg Jászberény városát? Mi ugye döntően az elszármazott Jászok vagyunk, a szervezetünk az elszármazottakat és az otthon élőket kapcsolja össze. Tehát mi, akik nem otthon érünk a Jászföldön, más szemmel tekintünk a Jászság fővárosára, Jászberényre, ha hazamegyünk, mint az, aki benne él. Aki ott él, aznak számára olyan természetes, mint nekünk a Rákóczi út, föl sem tekint, szinte észre sem veszi azt, ami körülveszi őt. Ezért próbáltuk ráirányítani a figyelmét mind az otthon élőknek, mind az elszámolottaknak, azokra az épületekre, azokra a közterületen lévő emlékekre, emlékhelyekre, amelyek már Dériné idejében is ott voltak. Ami az akkori Jászberényből megmaradt, azt kapta a fotó végre Bugyi László Buriga barátunk, egyesületi taktársunk, és ezeket a látnivalókat kötötte csokorba. Ott van a főtemplom, mellette a pálinkás kereszt, ott ugye egy piac volt, döntően a pálinkát árulták a környékén, innen kapta a nevét. Láthatók azok a kőképek, amelyek a Jász katolikus kegyességnek, a népi kegyességnek a megtestesülései, különböző szentek, kőoszlopra emelve, tetővel befedve, az időjárás elől ilyen módon mentre védve. Tehát ezek rendre ott látszanak, és aztán van egy kocka az 1951-ben készült Dériné című filmből, amit Kalmár László rendezett, ahol Tornai Klári játszotta a címszerepet, Gyurkovics Mária volt a hangja, és hát mindaz, ami ma a Dériné nevét hordozza a városban, tehát a Dériné rendezvényközpont épülete, illetve a szobra, ami a Jászberényi Margit-szigeten. Ez tehát az a csokor, amivel mi Dériné nagysága előtt tisztelektünk ebben a nehéz időben. De hát nem csak ez az egy, hanem emellett még ezer más dolog is van, ami 2-3 naponta felkerül és frissül, bővül. Nagy Tamás barátunk, taktársunk drónnal szállt fölé, ahogy Radnóti szavait idézzem, és neki sem térkép ez a táj, mert ő is a szívével és az érzéseivel együtt fotózta le Jászberényt, olyan arcát mutatva, amely bizony hát eddig nagyon csak keveseknek juthatott ki. De említhetnék még egy újdonságot az oldalunkról, Budai Detti, Őzei és Nyulai, ő tehát a Jászság természeti szépségeit járja a körbe, és mindig talál valamilyen eleven, mozgó jószágot, akikkel igen jó barátságban lehet, mert néha egészen karnyújtásnyi közelségbe kerül hozzájuk, nagyszerű portrékat, fotókat, készítést tesz közzé. Ez tehát az egyik platform, a másik pedig az Instagram oldal, és aztán ott vagyunk a YouTube oldalon is, ahol viszont mozgó képanyagok vannak, illetve nagyszerű hangzóanyagok, olyan gyönyörű népi, névnapi köszöntők, amelyek lassan már kikopnak, de éppen a technika révén megőriztek, megmaradtak.
vagy pedig olyan egyházi ünnepekhez kapcsolódó gyönyörű dalok, amelyek a legidősebbek ajkáról kerültek rögzítésre 20-30 évvel ezelőtt. Bár nem jól mondom, mert van abban olyan, amit még Bartók vett fel 1906-ban, aztán még kiadtuk, és most ez az egész CD hozzáférhető. Milyen múltra tekint vissza a Jászok Egyesülete, mióta működnek? Azt mondom, hogy a Jászok Egyesülete jövőre lesz 100 esztendős, akkor van, aki hitetlenkedve csóválna a fejét, pedig ez pontosan így van, hiszen volt egy elődszervezetünk, amely a két világháború között működött dr. Zettler Jenő országgyűlési képviselő vezetésével. Nos, ennek a csúf véget ért 1946-ban feloszlatott szervezetnek az irathagyatékából tudjuk, hogy az alakuló ülésre 1921-ben került sor, tehát jövőre megérjük a 100 esztendőt. Igaz, hogy volt ebben egy kényszerű szünet 1946 és 91 között, de amikor a körülmények megengedték, akkor 91-ben újra alakultunk, és azt a célt tűztük magunk elé, hogy ez a Jászok Egyesülete olyan lesz, kicsit meghaladva ezzel az elődnek a célkitűzései, amelyben az otthon élők és az elszármazottak megfogják egymás kezét. És ezt az intézményes kapcsolattartást szolgálják rendezvényeink, kiadványaink. Ennek érdekében született meg a Jászok Nobel-díja, a Jászságért díj, amit minden évben a Jász világ találkozón adunk át. Tehát sokféle módon igyekszünk leróni a figyelmünket és szeretetünket a felnevelő szülőföld előtt. Ez nekünk olyan adósság, amelyet mindig érzünk, és amely kapcsán mindig úgy érezzük, hogy talán nem tettünk még mindig eleget azért, amivel adósai vagyunk a Jászföldnek. Dobos Lászlót, a Jászok Egyesületének elnökét, Túl Zsófia kérdezte.